Nagyon sok szeretettel köszöntöm vendégeinket, akik velünk maradtak, vagy akik újonnan csatlakoznak be az idei vers folyam, versmaraton utolsó előadására. Szeretném köszönteni vendégeinket, a Cervinus Teátrum művészeit, Bardon Ivett színművésznőt és Nádházi Pétert. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. És egy olyan méltó előadással készültek, amellyel színésztársukat a 2017-ben fiatalon elhunyt Benkő Gézára emlékeznek. Az ő műveiből készült összeállítással kérem, fogadják szeretettel. Szavaim hangzókból illesztem egybe. Soraim összeállnak a szavakból. Minden, mi értelmet nyer, értelmetlen. Az is, mit kiírok magamból. Aki olvassa majd, érteni véli, fejből is megtanulja tán, költőnek hisz. Nem annak, mi vagyok. Szavakkal játszó sarlatán. Előadás után. Eltűnik minden lassan. Tán a nap sem kél fel már. Fekszem. A színpadon sötét, reflektor halál. Testem megfeszül, kemény a deszka alattam. Mindenki hazament. Csak én maradtam. Tapsért kuncsorgó, szánalmas alak. Mögöttem düledező díszletfalak, előttem fehér vászonnal letakart székek, nagy monológ helyett pillanatképek. Ennyi maradt. Néhány megsárgult színházi fotó, pár olvasatlan műsorfüzet. Látta-e bárki is bennem a tüzet? Magamban, egyedül, a maszk lekerül. Remekül kitartottam idáig. Nem hiányzik a társaság, az álmosoly, a részvét, az úgy reagálok, mintha érdekelne. Egyedül. Bepillanthatok a végtelenbe pusztán azzal, hogy magamban nézek. Ettől félek. Mi van, ha rám köszön egy lélek? Enyém-e az vajon? S ha enyém, felismerem majd? Lélektől lélekig hajt el lelketlenség. Fekete vízen fekete stég. Káron sem látszik. Fekete hattyú csónakon. E világi óhajom túlélni mást és magamat. De csak döglött fekete halakat látok a fekete vízen. Fekete hasuk mered a fekete égre fekete ködbe. Hozzád jöttem. Nem vagy sehol. Hozzám jöttem, vagyok tán valahol. Magam révésze vagyok. Saját halottam dadok, saját Styx folyómon. Fekete hollókon repültem hozzám. Fekete vízbe haltak, fekete repülőhalak martak halára engem. Adj magadból magamnak ennem. Fogadj ladikodba, csókolj a pokolba, csak vigyél el innen. Magunkban hittem, lásd, meghalt ez is. Halljunk hát együtt a hittel. Téged melyik károm vitt el, amikor egyedül jártál erre? Rabláncodra verve mozdulni se tudok. Elmondjam, mit unok? Téged és magamat. Minket. Veled, velem, terhem, terheden, vállam, válladon, ajkam, ajkadon, én, te, én. Ajtó és kilincs, kéz, rajta bilincs, nád és mocsár, tűben fonál. Itt vagy még? Hallgatsz. Hiába jajgatsz, magamat hallod. Sarcom a sarcod. Olvadj belém. Beléd olvadok. Korhagy velem, beléd korhadok. Porladj velem, neked porladok. Dökhús, tetem, ketten vagyunk azok, magamban, te veled.
Magadat keresed, megtalálsz engem. Én rád találok, nem te rád várok. Maszkod fel inkább. Álmosolj, részvét. Úgy reagálok, mintha érdekelne. Majd holnap. Talán megint bepillantok sajátomba. A végtelenbe. Csirász. Hűtőből. 9 fokos hideg. Kitette bele. Szétbasz az ideg. De megiszom lassan. Cigi a számban. Múltkor ugyanígy a balkonon álltam. Vártam. Csodára. Akkor is hideg bort töltve pohárba, Marlboro füstjét eregetve, mosott ruhákat teregetve. Panellét, 57 négyzetméter, 107 centis LCD rádióéter, de kinreked a világ, hiába mormolod imád, balkon rabszolga maradsz, falak közé ragadsz mindörökre, nikotintól hörögve, kínodban röhögve. Balkonon süttetve hasad, a szomszéd bérház árnya arcodra ragad. Nappalidban építgetett tavad, akváriumi tenger, bohóchal, te magad. Kisváros, kislét, kisember, kis élet. Koporsód után sem lesz kíséret. Az öreg, kelj föl, vénember, hasadra süt a nap. Mindig hajnali 4-kor kelek. Ma is akkor keltem, de mikor Ilon jön, már pedig annak ma van a napja, eszem ágában sincs kibújni az ágyban. Reggel 6-kor hallom, ahogy megnyikordul a kiskapu, kelj föl, vénember. Én kuncogok a paplan alatt. Nincs nógatás a hangjában, kedvesen mondja, régi játékunk ez. Hetente egyszer, vasárnap, legalább 40 éve, hogy pontosan mióta Ilon? Ilon biztosan tudja, a nők mindig mindent jobban tudnak. Na, ahogy elhangzik a varázsmondat, én kipattanok az ágyból. Na jó, hát ez enyhén szóval túlzás, mert a kikászálódom, az jó szó. Beletelik vagy 5 percbe is, amire a konyhába jutok. Egyébként nem rossz idő ez egy 84 évestől. A konyhát már elterítette a frissen főzött kávé illata. Nem sokat beszélünk. Jövő héten megkérem a kezed. Már alig várom, mondja. És aztán csókotnyom a homlokomra, a hálóingem, meg a vállamra terített pokróc melegében ott állok a verandán mindaddig, amíg el nem tűnik a kerítés mögött. Ma még talán megmarad ez a jó időcske. Szép lesz a séta. A templomba. Csikarér. El ne felejtsek megállni, hát ez most ez enyém, én vagyok a soros. A dombra ugyan már nem tudom föltolni a tolókocsiját, de majd ott segítenek a többiek, már ha eljönnek. Maximum 15 ember. Igen, annyi szokott lenni. Minimum 6. Ilon, Csikar, Karó, Bagoly, a pap. Ja, na meg jó magam. Hát volt ilyen. Valami lehet a pap. Nem szokott ilyen keveset beszélni. Az énekés is letudta egy versszakkal. A prédikáció nem csak rövid volt, de feltűnően komor hangvételű is. Az öregségről beszélt. Nekünk. Öregeknek. A tiszteletről, amit meg kellene kapjunk, a méltóság teljes halálról. Arról, hogy nem csak Istennek, de magának az embernek is tudnia kell, éreznie kell, mikor van itt az idő. Szegény. Tavaly temette el a feleségét. Úgy csak nehogy valami hülyeséget csináljon. Ezt a naplóírást, ezt nem akarom túlzásba vinni. De ma azonban történt valami. Az Isten tisztelet. A tisztelendő úr, én még ilyet nem értem. A többiek sem, 6-an voltunk, Ilon, Csikar, Karó, Bagoly, na meg én. Hát ez ugye 5. 5 hívő hallgatott 1,5 órán keresztül. A 6. A tisztelendő úr maga. Velünk hallgatott mindvégig. Egyetlen mondat hangzott csak el a szájából a legelején, ahogy fölvett a szószékre. Dicsérjük az Urat, imádkozzunk, énekeljünk, elmélkedjünk lélekben, magunkban. Ennyi. Adatok ez egy mokkot se.
Csak ültünk csendben másfél órát a templomban. Először azt hittem, hogy a perc állítatos csönd lesz, majd belekezd a prédikációjába a tisztelendő úr. De el sem köszönt tőlünk. Lejött a szószékről, kiment a templomba, anélkül, hogy megvárt volna bennünket. Egyenesen a temetőbe ment. Mi persze mentünk utána. Megálltunk a temetőkerítésnél, onnan leskelődtünk. Négy vén pöcs. Na meg egy gyönyörű asszony. Talpig, feketében mindannyian. Ha valaki arra járt volna, azt hihette volna, hogy a helyi nyugdíjas klub épp meghalni esedékes öt tagja jött el utolsó előtti útjára. Csak félek bemenni a temetőbe. A tisztelendő úr a saját családja sírjához ment. Ott álltunk, még épp, hogy odalássunk, és hírral szemben leült, nem viccelek, egy fotelba. Esőnek Csikat szólalt meg, vagyis meg akart szólalni, meg akart mondani, hát most már nagyon fázik. Forradbort kellene inni, suttogta Ilon. Ha mindjárt jövök, tette hozzá, ott hagyott bennünket. Egy fél óra múlva ért vissza. Zöld táska volt a kezében. Gyertek! Ennyit mondott, csak is bement a temető kapuján. Mi utána? Hát én nem tudtam, hogy egy 60 kilós ember ennyire nehéz lehet, ha elhagyja magát. Pedig csak 3 deci forradbort ivott a papunk. A többit mi akartuk be, főleg Csikar, de hát ő bírja. Mi is? Legalábbis valamivel jobban, mint a tisztelendő úr. Amikor előre bukott a fotelból, egyikünk sem tudta megakadályozni, hogy ráessen a sírra. A feje nagyot koppant a márványlapos, úgy maradt fekve. Mozdulatlanul, mit volt mit tenni? Csikar a tolókocsiból ki, állt a fotelba, a papa tolókocsiba be. Bagoly a fájós lába miatt maradt Csikarral. Mi meg hazatoltuk a papot. Ágyba fektettük, majd vissza a temetőbe, Csikar a fotelból a tolókocsiba, irány a kocsmába. A tisztelendő úr meg fog halni, ennyit mondott Ilon. Hát mi is meghalunk, nem igaz? Ilon folytatta, úgy értem, neki másképp jött el az ideje. Nem akar élni már, menni akar. Reggel 6-kor megnyikordult a kiskapu. Kopogott valaki. Jó van, nyitom már, nyitom. A tisztelendő úr állt előttem. Kezében egy kisebb fajta bőrönd. Jó reggelt. Bemehetek? Ugyanolyan csendben, mint Ilonnal szoktunk ülni, úgy költöttük el a kávét. Megkávéztunk. Elmostam a csészéket, letöröltem a viaszos vászon abroszt. A tisztelendő úr meg elővette a cigarettatárcát, és nem kérdezte, hogy szabad-e. És én meg nem mondtam neki, hogy verandán szoktam cigarettázni. Felálltam, kimentem, behoztam a hamutárcát, majd kiszellőztetek, gondoltam, és rágyújtottam magam is. Elővett egy fényképalbumot, és belelapozott. Nézd, nem akarom mutatni az emlékeimmel, csak egy fotót szeretnék. Na, meg is van. Én azt gondoltam, hogy a családja lesz a fényképen, de nem. Velence volt a fotón, a Szent Márk tér. Amikor elvégeztem a főiskolát, rögtön ide helyeztek a szolgálatba. Maga mondta nekem, hogy kiközösít a falu, ha nem nősülök meg idejek korán, nem vettem ezen. Én egész életemet Istennek akartam szentelni mindenestül. Nem akartam elapulózni a szeretetet, ami bennem volt, de Kláráért. Megbolondult a falu, neki meg csak én kellettem. Olyan erővel tört fel belőlem a szerelem, hogy megijedtem. Azon kaptam magam, hogy Klára lett az én istennőm, a mindenem. Azt gondoltam, hogy a fiaim korai halála üzenet volt Istentől. Ne fordulj el tőlem. És egész végig rettegtem, hogy elveszi tőlem Klárát, mert jobban szerettem őt, mint én az istenemet. Na, Klára vágya volt, hogy Velencébe mesünk, menjünk, leghőbb vágya. Mégsem hagytuk el a falut sohasem. És most elvette tőlem Klárát. Gyászév letelt, megfizettem, úgy gondolom. Mástól is el fog köszönni. Ilonra gondoltam, meg a többiekre. Maguktól, ötüktől igen, másoktól nem. Holnap hajnalban indulok. Szeretném magának ajándékozni ezt az albumot. Nekem már nem lesz szükségem rá. Én meg visszacsaszoktam a konyhába. Bezitláb ültem a fotóalbumot nézegetni.
nem volt kedvem bemenni a hálószobába a szemüvegemért. Olyan messzire tartottam a képet magamtól, amennyire csak tudtam. Igen, igen, ezen a képen ott vagyok magam is. Ilon áll mellettem. Nem karolt belém, pedig mennyire szerettem volna. A telefon csörgése ébresztett. Jaj, ne csináld ezt az Isten szerelmére, már azt hittem valami baj van. Fél órája hívlak egyfolytában. Ilon hangja tele volt aggodalommal. Megnyugtatom, jó, nincs semmi gond. Friss vagyok, kialudtam magam egy hétre előre. Hát akkor kapard magad össze, és vonszold át hozzám azt a csodás testedet. Most. A többiek már itt várnak. Ilonnál mennyei illat töltötte be a konyhát. Meg kellett várnunk, amíg kihűl a rétes. Végül is a kupak tanács azt a verdiktet hozta, hogy reggel 4-kor a házam előtt találkozunk. Távozás előtt Ilon kezembe csúsztatott egy papírdarabot. Alig vártam, hogy hazaérjek. Be sem mentem a házba, felkapcsoltam a verandának kinti égőt, előkotortam a kabát zsebből a cettit, és Istenem, a szemüveg! Nem befelejtettem a hálóban. Na de az a három szó, az szinte világított a papíron. Gyere vissza. Este. Alig vártam, hogy hazaérjek. Be sem mentem a házba. Felkapcsoltam a villán, a kinti verandán. Képtelen voltam megfalni a kilincset. Álltam Ilon ajtaja előtt, csurog vizesen az izzadságtól. Alig kaptam levegőt, sípolt a tüdőm, a szívem meg dübögött. Jaj, te buta vén ember, hát nem azt írtam, hogy öld meg magad, hát mit kezdenék veled holtan? Ilon mögöttem állt. Itt vártanak a kapuban, te szerencsétlen. Te meg elrohantál mellettem, észre se vettél. Na jó, a mellesleg jól esik. Engedek vizet, aztán szépen megfürödsz. Ilon, te most is olyan gyönyörű vagy, mint hajdanán. De csak gondolatban mondtam ezt, nem hangosan. Ilon akkor megfordult, és egy pillanatra eltűnődtem, hogy vajon meg lehet hallani a gondolatot? Jó, hogy vagy nekem, mondta oly halkan, hogy az volt az érzésem, ő is ezt gondolta. És én mégis meghallgattam. Csendben mentünk a tiszteletes házáig. Karom sötét volt a paplak. Alszik, ne bejesse hová, cseszétek meg, suttogta Csikar. A temető, suttogta Ilon, a temetőben lesz. Tényleg. A tisztelendi az foteljében ült. Elkerekedett a szeme, mikor megálltunk előtte. Ő felállt, mi átadtuk neki az útravalónak szállt ajándékokat, mindünknek megköszönte. Elpakolta a hátizsákba, csak a könyvet nem. Kinyitotta, és akkor megtalálta. Egy darab papír volt benne, azt tettem oda, pont ahol az előszó van. A posta címen volt ráírva. Megszorította a kezem. Mindannyian az Édentől keletre vagyunk, mondta. Majd elindult. Advent első napja. Ilon képtelen volt palástolni a meglepődöttségét. Az új tiszteletes személye jobban izgatta. Nekem a mi tiszteletesünk kell. Ő jöjjön vissza. Ilon is ezen az állásponton volt, ebben maradtunk. Na, gyere a kocsmába. Csatlós Pista bisztrója közelebb van, de mi oda nem járunk. Az a hely, a suhant szoki. Csocsoljuk meg a tuc-tuc zenéjükkel. Én ha feldobom a talpa, nincs egy pap ebben a városban, ebben az országban, aki ide jönne szolgálni. Ott fogok megrohadni a halottos házban, nem lesz senki, aki eltemessen. Na, de eltemetlek én. Csikar, ne szarj be, mondta kaján vigyorra a karó. Mi, te csak szeretnél nekem túlélni, te csak szeretnél, komám, vágott vissza Csikar. És kotyott egyet a söréből. A múlt héten kellett volna mennem ellenőrzésre. Szólalt meg csendesen Bagoly. Mi baj van? Adjon már valaki egy szaros cigarettát. Mi ott a dohányzol? Kérdezte Csikar. Tulajdonképpen. Cigizhettem volna egész életemben. Falu, friss levegő, zöldség, gyümölcs, kertemből. Teljesen mindegy. Na nem akartam hallani, ami ezután következett. Adj daganat, mondta Bagoly. Operálhatatlan. Nem tudják megmondani, mennyi időm van hátra. Béla! Hozzám egy fél decit mindenkinek a legjobbat, amib van. Nem megyek a kórházba meghalni. Egészségünkre! Mi most halálra akarod magad inni? Meg minket is halálra itatsz? Na, igen, akkor benne vagyok, mondta Csikar. És mióta
Mióta tudod, kérdezte Ilona. Egy ideje nem mindegy. Minden reggel hánytam, szédültem, fájt a fejem, csináltam pár vizsgálatot, de belefáradtam. Béla, hozd még egy utolsó kört. Na jó, menjünk, aludjunk. Akarod, hogy átjöjjek ma este? De nem mondtam ki, csak gondoltam. Ilon pedig nem tett a tenyerembe ceklit. A fotelban ülve nyomott el a buzgóság. A tűz már kialudt, mégsem a hideg ébresztett fel, álmodtam valamit. Felöltöztem, kimentem az utcára, meg sem álltam Bagoly házáig. Az ajtaja előtt valaki, mintha megérintette volna a vállamat. Oldalra kaptam a fejem, Bagoly állt mellettem. Nem szólt egy szót, csak mosolygott. Majd a mosoly halványodni kezdett, és vele együtt Bagoly alakja is. És már nem volt előttem senki. Na, berontam a házba, de csak öreg barátom holttestét találtam odabent. Már elszállt belőle az élet. Két nappal Bagoly temetése és 13-mal tisztelendő úrunk távozása után nem mentem a templomba. Képtelen voltam rá. Arra ébredtem, hogy büdös van. Na, majd rájövök, hogy ez nem álom. Hát nem is tudom, mikor mosakodtam utoljára, egy hete talán, amikor rátaláltam Bagoly holttestére. Szégyenletes. Vizet engedtek a kádba, rahadt forró. Bánom kellett, mi kihel, kihűl. Megmosom a hátad. Ilon? Hát Ilon, hogy jött be? Most itt áll előttem, kezében egy darab szappan, én előredőlök. Jól esik, ahogy sikálja a hátamról a koszt. Íme a kendő, törülközd meg. Hát ez honnan ilyen ismerős ez nekem? Bagoly mosolyog a kád szélén. Most le magadról engem is, engedj el, ezt mondja. Ilon fölém hajol, letöröl egy könycsepet az arcomról. Hagyom. Leveled jött a tisztelendő úrtól. Kimondtad, vagy bontsam ki? Nem várja meg a válaszom, feltépte a borítékot. Hozom a szemüveged. Csikar előre tölt a tolószéken, mintha attól jobban hallana. Ilon lehajtott a fejét, Karó pedig leült a fotel támlájára. Ne hagyják föl. Ennyi mondtam. Ne hagyják föl, ennyit írtam. Mit ne adjunk föl? Karó elvörösödött. Ő adta föl. Itt hagyta a rábízott közösséget. Minket? Egy álomért? Bagolyt kellett volna eltemetnie. Nem pedig poroszkálni Velence felé. Megnézni azt a teret. Na és mit lát már ebből a felesége? Neked? Sosem volt álmod, Karó. Ilon szeliden szólt. Valami, amit ne tudtál beteljesíteni, nem vágyódtál, nem vágysz valamire, ami még rád vár. És te, Csikar? Hallgattak. Ilon folytatta. Amióta az eszemet tudom, menni akartam, világot látni. És mi lett az életemmel? Férjhez mentem, fiatalon, megözvegyültem, gyerekem nem lehetett, és itt ragadtam a faluban. Szeretek itt, szeretlek veletek, de ha tehetném, mennék. Beleszagolni a levegőbe egy dombtetőn, egy réten, nézni a nyüzsgő tömeget egy városban, ahol senki sem ismer, hallgatni, ahogy duruzsolnak körülöttem emberek, vadidegen nyelven, amiből egy kukkot sem értek. És rám nézett. Neked? Te mire vágysz? Rád. Neked nem kell semmi, csak te. Egész életemben téged várlak. Nincs nekem semmire sem szükségem. Ami neked jó, az lenne jó nekem is. De csak gondolatban mondtam ezt. Már megint nem kértem meg a kezét. A 7-10-es busszal felzögykülődtem a városba. Nem hívtam taxit. Pedig a könyvesbolt jó messzire esett a pályaudvartól. Kis ilyen pánikba estem. Amikor oda vezetett az úti könyvek részlekhez. Egy világlátó könyvet akarok venni. Olyat, amit ha fellapoz valaki, olyan érzése legyen, mintha beleszagolt volna a levegőbe, egy dombtető vagy egy réte, mintha ő maga nézné, ahogy nyüzsög a tömeg a városban, ahol még sosem járt, hogy szinte hallja, hogy duruzsolnak körülött az emberek. Jó? Megnézem, mit tehetek önért. Kis idő múlva megjelent az eladó, lerakott elém az író az asztalra 3 vaskos könyvet. Megvettem itt.
könyveket eldugtam tegnap este. Na most az a baj, hogy innentől nem emlékeztem, hogy hova francba rejtettem őket. És akkor este szeljen az ember. Na, és akkor megszólal a templom nagy harangja. Elővettem a kabátomat a szekrényi. Halleluja! Mindhárom könyv ott volt a szekrényben, a sarokban. Hát ide rejtettem őket a szekrénybe. Tudom, még maradni egy kicsit? A tisztelendő asszony visszament a templomba. Csak szerettem volna megköszönni, hogy eljöttek. Vagyis, hogy eljött, hogy itt volt. Köszönöm. Valahol a távolból szirénázás hallatszott. Halkan, majd egyre erősebben tört be a kellemetlen víjogás a templom falain. Tűzoltók egyre közelednek, valahol tűz van. Ebben a pillanatban kinyílt a templom ajtó, és Béla a kocsmáros jött be. Elnézést, elnézést, de haza kéne tolni Csikart, mert van egy kis baj. Haza tolni. Nem látod, hogy nincs itt? Uramisten! Uramisten, ha nincs itt, akkor otthon van, Istenem, hát ég neki a háza. Nem sokra emlékszem az elmúlt napokból. Pillanatokra, képekre. Csikar elszenesedett holttestére. Meg se próbált menekülni. A tolókocsijában égett halálra a konyhában. Ma elővettem tisztelendő úrunk levelét. Ne adják föl! Karó nálam töltötte majdnem az egész napot. Nem fogok én sok vizet zavarni, csak hát, hogy hadd legyek itt a cseppet. Azt mesélted, hogy bagoly meg szokott jelenni álmodban. Ül az ágyad szélén és mosolyog. Csikar? Ő is megjelent? Nem. Csikar nem. Nézem Karócs, az volt az érzésem, mint a zsugorodott volna. Nem viszünk valamit? Maradt még egy kis barackom. Ha most neki kezdenek inni, akkor nem állnék meg. Jobb, ha tiszta marad a fejem. Hey, basszus! Egész nap ültem, elzsibbadtam, moccanni sem bírok. A lábam is bedogott a csizmával. Hát mondtam, hogy vedd le. Mondtad, igen, mondtad. Isten megálljon, ne kísérjenek haza? Ne félj, haza találok. És akkor megéreztem, hogy nem vagyok egyedül. Két alak elmosódott körvonala. Határozottan láttam. Álltak az ajtóban, és szeretet sugárzott belőlük. S hallottam, hogy azt suttogják. Ne add fel. Átmentem Ilonhoz. El kellett mesélnem neki a látomásomat. Igen, igen, itt vannak. Én is érzem őket. Nem könnyű eltávozni idő előtt. Akkor sem, ha menni akar az ember. A ránk szabott időt ki kell tölteni. Nem tudtam elaludni. Gyertyát gyűjtött megint, de halott barátaim távol maradtak az éjjel. Béla, a kocsmáros ott volt az Isten tiszteleten. Ja, később, mint soha mondtam neki, mikor kezet fogtunk a templom előtt. Nem voltam még egyedül Isten házában. Mérhetetlen csönd ölelt körül. Házamban sohasem hallottam ennyire a csöndet. Behújtam a szemem. Milyen ott nektek? Bagoly? Csikar? Ne adjam fel! Hát ti feladtátok! Mit tudtok, amit én nem? Uram, világosíts meg az én orcámat! Nem jött válasz. Isten hallgatott, mégis kaptam valamit tőle. A templomban, ahol életemben először ültem egyedül. A csöndjét adta nekem. Az én csöndem, és Istené. Levél jött a tiszteletes úrtól. Na, óvatosan kinyitottam a borítékot. Két gépelt oldal, olaszul. Ez minden, amit a boríték rejtett. De ez úgy néz ki, mint valami hivatalos levél. Ez nem tetszik nekem, mondta Ilon. A kis noteszemből kikerestem a tisztelendő asszony számát. Tárcsáztam, felvette. Tudják, én latint tanultam. Nem sok köze van a mai olaszhoz, de azért megpróbálom. És neki feszült az olvasásnak. És ahogy a levél végére jött, sóhajtott. Kérhetek magától valamit? Nincs egy kis pálinkája. Egy kortyos jó jönne. Szerintem igyanak maguk is. Fogadják őszinte részvétem.
A Szent Márk téren találtak rá egy padon ülve, a végrendelettel a zsebében. Azzal szállítják, hogy itt legyen eltemetve, ezt kérte. Én meg úgy, hogy voltam ingújban, kimentem az udvarra. Tisztelendő uram, most már csak a családjával beszél. Pedig Istenem rondó, jobb szerette volna előbb hallani én. Tehát néztem az eget, és valahol a csillagok közt tudom, hogy ott a tisztelendőnk, ahogy bagoly és csikar is. Becsicsentve. Frissen csapolt sör asszalomon. Nem iszom bele. Hagyom, elnézem, ahogy apad a hab. Kivégzés előtt a rab így bűvölheti vacsoráját, evés előtti kis imáját mormolva hosszan. Kinek a jövő is most van. Hallgatok csak. Beszélni már késő. Az idő megállt. Talán ez a végső óra, perc vagy pillanat. Csak a sör örök a fehér hab alatt. Egy tükör velem szemben a kocsma falán. Idegen ember néz vissza belőle rám. Előtte is sör, apadó habbal. Szóba elegyedek-e meg tükörbéli rabbal. Megtudnám ki ő, honnan jött, merre tart. De, mint mondja, csak egy jó sört akart. Más egyébről nincsen tudomása. Tán van valahol egy hasonmása. Talán te épp. S csak úgy letegez engem. Nincs is tovább sörözni vele kedvem. De folytatja. Most már megerett nyelvvel, mivel hogy engem felettébb kedvel. Van odakin, a tükrön túli világban egy ugyanígy, mint én. Valaha imádtam őt. Egyek voltunk, vándoroltunk hosszan, tervezgettünk, álmodoztunk. Én keskeny úton, ő szélesen ment volna. Vagy már nem is tudom, lehet, hogy fordítva. Összezördültünk. S lám, ez lett a vége. Beletaszított egy tükörbéli létbe. Én csak nézem, csak bámulom-e fura alakot, s rájövök ki ő, a tükörben hagyatott. Fölállok helyemről, ő ugyanezt teszi. Leteszem korsom, ő is leteszi. Megindulok feléje, ő megindul felém. Ott állok már előtte, ő odaáll elém. És összeborulunk. A két régi jó barát, azaz csak borulnánk, ez fájt az angyalát. Orrom a tükörben isteneset koppan. A kocsmáros röhög és megkérdi, jól van? Jól vagyok? Hogy lennék? Hogy lehetnék másképp? Ó, lenne inkább a kocsma falán tájkép. Visszabotorkálok helyemre lassan, söröm, drága nedűm már nem duskál a habban. Tükröm, tükröm, én egyetlen tükörképem. Kijózanítottál? Köszönöm szépen. Ma már a mesék sem olyanok, mint régen. A királyfi nem lovon jön, hanem két keréken, Harleyval a segge alatt. Lobogó, dús sörénnyel, lelövi a gonoszokat egyetlen töltényel. A gyerek megvisít, apa, bugyuta a sztori! Ez megy most a minimaxon, mit csináljak, sorry! Távkapcsoló kézbe, szörfözés indul. 196 csatorna. MTV-n a Pitbull, ömlik a zene, de csak kis időre. HBO-n a főhős ráfekszik egy nőre. Korhatáros vazze, kapcsolod el már is? Duna TV-n retro mozi. Mézga mega, már is. Nosztalgia feeling. De csak az én lelkemben. A fiamnak Ninja Go kell, Spider-Man meg Batman. Hagyom is a tévét. Azaz, csak hagynám. Átkapcsol a CNN-re. Szíria meg Saddam. Hol van itt a párhuzam? Hát, az USA haderőkben. De most már egy disznót nézek a Gemenci erdőben. Fishing and Hunting. Unalmas csatorna.
History Channel. Apa, mi az a kintorna? Berkeley, fiam, amolyan tekerős hangszer. De már át is kapcsol. Gangsta szól, a gangster, dübörög a street rap, újabb zeneadó, maradt még vagy 80 channel. Nincsen köztük mezó. Végre azt látom, hogy a fiam fárad. Visszakapcs a Minimaxra, szőke herceg támad, a gonosz boszorka az áldását adja, esküvőzik a mese aprajas nagyja. Happy end a vége a modern mesének. Nils Holgersson már régen repült délnek. Bezzeg az én időmben. Ho-ho-ho volt celeb, vízipóka csodapók, frak, na meg megelek. Elnézem a fiamat. Facebookozik éppen. El van ez a gyerek, pont mint a mesében. Hát, dobogsz még szívem, te szívtelen. Ütsz és versz néha szaporán, asztalan nékem minden intelem. Nevetek-e szappanoperán? Ébredek. Bár tudom, üres lesz a reggel, s megtölteni napom nem sikerül. Féltenek. Mi lesz fene nagy jó kedvemmel? De nincs gond, ha jó kedvem elkerül. Láttam már jóval szürkébb időket. Túléltem azt is. Lám, itt vagyok. Elkoptattam kopottabb cipőket. Szép csöndben álmokat ringatok. Éhes vagyok, farkas éhes. Ilon ül az asztalnál, ahogy meglát felpattan, hozzám siet, átkarol. Leülted. Megmaradsz. Mondtam, hogy nem úszod meg ilyen könnyen, és mosolyog. De ha nem ismernélek már lassan 80 év, akkor most elnáspángolnám a feneked. Ilon áll a kapu előtt, mellett a tisztelendő asszony, egymásba karolva. Ilon mesél. Állt a tűzhelyőt vasárnap délután, a rétes majdnem kihűlt, amikor a fülébe suttogott, bagoly, ne hagyd meghalni. Kabátot sem öltött magára, úgy rohant ki az utcára, és cipelt be a házba. Hívta a tisztelendő asszonyt, a kis kék autójával vittek a kórházba, majd hoztak haza, miután ellátták a sebem. Káró hajnalban halt meg. Amikor befektettük az ágyamba, úgy nézett rám, mint egy kisgyerek. Köszönöm, ezt suttogta, tisztán és érthetően. Aztán egészen közel hajoltam hozzá, a fülem hozzáért az ajkaihoz, s tüdejéből utolsó erejével kipréselt levegő megrezegtette hangszálait. Ne add fel! Nyugodj békében, Karó. Csönd van. Egy cínege repül a sírkőre. Nem énekel. Hagyja, hogy nézzem egy ideig. Csak én maradtam itt. Kettecskén maradtunk. Ilon köt ide, senki más. Hozzájárok csak. 110 méter ajtótól ajtóig, és megint 110. Visszafelé. Nincs nap, amikor ne várnám barátaim jöttét, a konyhában ülve, egy szál gyertya fényénél. De csak a csönd köszön rám. Bagoly, Csikoly, Karó és a tisztelendő úr távol maradnak. Kicsi ez a konyha. Mi végre maradtam még itt? A temetőbe megyek. A kis cinege csivitelve mond valamit, majd felröppen a vállamra száll, onnan átrepül Bagoly sírjára, vagy Karóhoz, és vissza hozzám. Rám néz, csicsereg, az elrepül messze. Ilon, menjünk el innen. Te meg én. Járjuk be a világot. Ilon épp befejezte a sütést. A konyha tele van ízzel, zamattal, összefut az ember szájában a nyál. Vesd már a kabátot, csuron víz vagy. Ezért rohantál? Hogy ezt elmondd? Aha, igen, ezért. Amióta az eszed tudod, menni akartál, világot látni. Ilon egészen közel jön hozzám, az orrom szinte összeér,
két kezébe fogja az arcomat. De hát te vagy az én világom. Minél öregebb az ember, annál kevesebb holmira van szüksége. Ami kell, rajtam van. A hátizsákban váltásruha. Ilyen csomagja nehezebb, telepakolt ennivalóval, én viszem az ő hátizsákját. A tisztelendő asszony a temetőnél ér utol bennünket. Szeretném megáldani magukat, homlokunkra teszi a kezét. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet te néked. Megölelem. Ilon is. A falu határában még visszanézünk. Cínege száll a vállamra. Jobbras balra forgatja kicsinke fejét, felröppen, tesz egy kört felettünk, és a temető felé veszi az irányt. Bagoly, Csikaj, Karó, és a tisztelendő úr állnak a temető kerítésénél. Mosolyognak. Nem adom fel. Nézném, ahogy alszol. Álmodnál helyettem is. Az én álmaim szörnyűek. A legtöbbjét feledem is rögtön ébredés után. Olyankor ülök az ágyon kipirult arccal, nem tudván hol vagyok. Gyermekként ettől féltem. Haj, mit álmodnak a nagyok? Lám nagy lettem, és kínszenvedés minden émit egyedül töltök. Nyűszítve ébredek, álmom felejtem, bort töltök pohárba. Pedig azt hittem talán ma, majd most éjjel szépséges álom vár rám. De párnám lucskos, izzadságtól, könyvtől. Álmom hiába feledem. Eleven emlék nemrég, hogy feküdtél mellettem. És én néztem, ahogy alszol. Ringattad szívem. Hová tűnt minden? Te nem is volt? Csak én képzeltelek téged, ahogy alszol, én meg nézlek. Ringatott szívem, én ott ülök híven ágyam szélén. Téged féltvén, vagy inkább magamat. Képzelet szülte szerelmem. Elloptad álmomat. Álmodtam tengerre hajót, lábamra 7 mérföldes csizmát. Itthon maradtam mégis, álmodva magamnak egy hintát. Felültem rá. A hinta repített. De csak éjjel, csak álmomban. Nappalra mindig elfeledtem, amit éjszaka álmodtam. Ébren, ha voltam, tettem a dolgom. Vártam az álomban új jöttét. De már csak ültem, lendületlen. Nem kívántam a hinta röptét. Álmodtam hát magamra szárnyakat. Felrepültem a tűző napig. Lángjába haltam boldogan, és nem tértem vissza reggel 6-ig. Az óra csörgött becsülettel. De ágyamban nem volt senki sem. A párnámra vetődő fénysugár voltam én, azon a reggelen. Dallam vagyok, semmi más. Szél futta levél, látomás. Zsenge fűszál esős réten, bárány felhő esti égen. Kagylóhéja óceán szélén, csüngő cseppkő, barlangnak mélyén. Ázott verép sólyom karmában, szőlőfürtje hegyoldalában, lábnyom erdei csapáson. Lélegzett, mit túléli halálom. Szeretném megköszönni a Cervinus Teátrum művészeinek ezt a záró előadást. Azt gondolom, hogy nagyon meghatóak voltak ezek az utolsó mondatok. Nem tudom, nem beszéltük ugyan meg, de igazgató urat megkérném, hogy zárja be
akkor az idei versmaraton. Önöknek pedig köszönöm az egész napos figyelmet. Jövőre ugyanekkor, ugyanitt találkozunk. Köszönöm. Nehéz megszólalni. Mind a verses kötet, mind a novella az én polcomon volt sokáig. Jó néhányszor levettem, beleolvastam, végigolvastam. Gondolkodtunk azon Zsuzsával, hogy bent, akár még a romkocsmában, ahol Géza is felolvasó színházazott, esetleg ott a romkocsmában egy felolvasó színház keretében. És utána jött az ötlet, hogy itt a versmaraton hozzuk ide, utassuk meg itt. Hát közben Tatai Lacival is beszéltem, hogy lehet, hogy érdemes lenne egy kises verses kötetet, vagy ennek a novellának a teljes terjedelmét könyvformájában is megjelentetni. Partner Tatai László ebben. És hát úgy határoztunk, hogy a könyvnek lesz forintban kifejezhető értéke, az nem a Cervidus Teátrumé lesz, hanem fölajánljuk a családnak. Őszre remélem, hogy készen lesz mindkét könyv. És akkor természetesen egy bemutató kapcsán szeretnénk önöket is viszont látni, és szeretnénk még mindazokat, akik szerették Gézát. És miután zárszót kértél, én tudom nagyon jól, hogy ma voltam itt reggel a megnyitón és délután is. Akik megszólaltak többségében, Adit hozták, Adi verseket, vagy éppen Adi leveleit. Én úgy gondolom, hogy egy jeles nap annak idején Szenes János indításával a Cervinus Teátrumból indulva méltón fejeződött be, Benkő Gézát megidézve. Köszönöm, hogy eljöttél.